Sziasztok, ez itt a Gaming the Bing, és a mai napon visszatérünk a Kingdoms and Castles-be, és most ezzel az epizóddal bevezetnék egy kis minisorozatot erre a hétre minimum, ami úgy fog kinézni, hogy ha sikerül összehoznom, akkor a héten minden nap lesz Kingdoms and Castles, de cserébe csak fél órásak lesznek az epizódok, viszont így összességében mégiscsak több tartalom fog felkerülni belőle, mert az egészében éve 3,5 óra, majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül, általában én mindig egy kicsit tovább szoktam csúszni ezekkel a részekkel. Na. De akkor koncentráljunk arra, hogy legutóbb abba hagytuk az állásunkat, és igazából ott tartottunk, hogy már elkezdtünk terjeszkedni oldalra, sőt én egy kicsit így videón kívül ezt a szigetet kiegészítettem, egy kicsit körbevettem fallal, felfejlesztettem, annak érdekében, hogy tudjunk haladni, egész unalmas lett volna, hogyha ezeket a steak elemeket kifarmolom, és csak ennyit csinálok egy videó alatt, úgyhogy ezt így lepörgettem, hogy ez meglegyen, mert hát elég sok idő volt. És nagyon apró dolgokat csináltam, csak szerintem nem tudom, hogy ez a híd megvolt-e például, de lehetséges, viszont észrevettem, hogy az előző alkalommal, az előző videókban már egy kicsit elkezdett leülni a játék, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a héten akkor most felpörgetjük a Kingdoms and Castles-t, és a tervem az lesz, hogy legyen egy, hogy is mondjam, egy koncepció ennek, egy célom ezzel az egésszel, amit most így csinálni akarunk, szóval a terv az lenne, hogy mint a játék elején, elkezdek kiterjeszkedni a pályára hatalmas léptekkel, és a célunk az lesz, hogy minél előbb az egész pályát behódítsuk magunknak, szóval ez a vár, ami most gyakorlatilag 100%-osan megvédi a birodalmamat, annélkül, hogy bármilyen aggodalom felmerülne a felől, hogy a vikingek betörnek hozzám, szóval ez egy kicsit lustává tett, azt be kell ismernem, szóval nem igazán ösztönöztem magam arra, hogy újítsak, hogy fejleszek, hogy befejezzem az utcákat, hanem ilyen szép, kényelmes, laza tempót vehettem fel ennek hatására a játékban, ami nem hiszem, hogy jót tesz a játéknak, úgyhogy úgy gondoltam, hogy fejleszünk ezen az egészen, és jelöljünk egy olyan célt, hogy mondjuk ezt a hatalmas szigetet minél inkább megpróbálom kiszipolyozni, elvenni az erőforrásokat belőle, és természetesen ennek lényege, ennek része az is, hogy minél nagyobb seregeket állítsak fel, hogyha már nem tudom ugye magamat megvédeni rendesen ilyen gyorsan, akkor legalább sereggel talán meg tudom majd magam védeni. Úgyhogy próbáljuk meg így a dolgot, tehát akkor most úgy néz ki, hogy vissza kéne állítanunk első körben a kőtermelésünket, illetve, bocsánat, ezt a szigetet mindenképp ki kéne fullozni, ugye, mert ugye ezt már elkezdtem tervezgetni korábban, az előző epizódban is, és azért mégiscsak akkorban értem a dolognak, hogyha ezt a szigetet azért megalkotom biztonságosra egyrészt, másrészt pedig ugye ráteszem azokat az épületeket, amik kellenek nekem arra, hogy azért, hogy működőképes gazdaság alakuljon itt ki. Úgyhogy akkor a mai epizódban szerintem az lesz a cél, hogy ezt a szigetet felépítem. A terv egyébként csak annyi, hogy egy kettes szintű fallal körbeveszem, mint a várost, és persze tornyokat építek rá. Az ételtermelésemet szeretném növelni, mert úgy áll a dolog, hogy szerintem nehezen tudjuk tartani. Lehet, hogy emelem az adót, egy pöppet, egy egészen kicsikét, egy ilyen hármas adót kinyomok a népre. Cserébe nyomunk egy fesztivált is nekik. Ja, persze nem tudunk, mert nincs pénz. De nem sokára lesz. Hát nagyon remélem, hogy a sárkány nem fog rázuhanni. De rázuhant egy épületemre. Na mindegy, szóval... tartunk egy fesztivált nem sokára, mert szerintem kezd nagyon lemenni a hangulat. Mert most kivetettem egy elég súlyos adót a népre, pont azért, hogy legyen pénz a tornyoknak az üzemeltetésén, mert azért az mégiscsak fontos. Bár fura egyébként, mert nem értem, hogy miért van az, hogy ugye kiírja, hogy nincs pénz a tornyokban, ami most vagy az elégedetlenséget növeli, vagy pedig egyszerűen azok a tornyok ki kéne, hogy kapcsoljanak, ugye, hogyha nincs pénz a működtetésükre, mármint a zsoldosok megfizetésére. Én úgy vettem észre, hogyha nincs pénz a toronynál, akkor is dolgoznak nekem. Szóval akkor is megcsinálják azt, hogy elkezdik ülni az ellenfelet. Ugye ez a fura, de lehetséges, hogy nagyon sokáig kell fizetés nélküli állapotban tartani ezeket a tornyokat, hogy végleg azt mondják, hogy most már elég volt, és nem is lőjük fel a sárkányt. Azért vagy az ő érdekük is az ottani emberek védelme, hiszen a saját családjukat védik, úgyhogy ez egy kicsit fura, mert nem külső zsoldosokat, külső munkaerőt alkalmazunk, hanem egyszerűen csak miért nem tudom megnyitni a paneljét? Na, oké.
Szóval nem külső embereket alkalmazunk a város védelmére, hanem a saját embereinkkel védjük meg a város, szóval akkor nem kapnak fizetést, de feltétel nélkül védeniük kéne a várost. Na, hármas gyorsasággal pörgetem a játékot, de nagyon sokszor ez sem elég egyébként, úgyhogy ez egy kicsit sajnálatos. De várnunk kell, amíg megtörténnek a dolgok. Meg persze házakat is kéne építenem. A tervem az lenne egyébként, hogy a házakat építem be a város belsejébe. Szóval ezek ilyen nagyon jól védhető területek. Hát nyilván a fal miatt. És hogyha ide építem a házakat, akkor hogyha a vikingek felgyújtják a támadáskor majd a külső zónákat, mert biztosak lehetünk benne, hogy ez meg fog történni. Nem fogok tudni, hogy kellő védelmet képíteni a külső zónáknak, hogyha ott szeretnék bármit elérni. Mert az igaz, hogyha nagyon ügyes vagyok, akkor fallal körbevehetem azokat a szigeteket, csak maximum nagyon rendezetlen lesz. De szerintem két viking támadás után van rá esély egyébként, hogy ha itt beindul főleg a kőtermelés, hogy itt pikpak felhúzhatunk erre a szigetre is egy falat. Úgyhogy majd meglátjuk, de alapvetően tényleg az a cél, hogy mindenhol hatalmas falak legyenek, és hogy lealázzuk a vikingeket, illetve hát nyilván az embereimnek a létszámának a növelése most az elsődleges cél. Az, hogy ne azzal menjen el az idő, hogy tervezgetek, hogy utcákat építgetek, hogy egy-egy házban gondosan megtervezem a helyét, hogy egy templom hol van a legoptimálisabb helyen, hanem egyszerűen most csak így összehányjuk az egészet, és rámegyünk arra, hogy gyorsabban haladjunk a játékban, és emiatt élvezetesebb lesz egyébként a játék. Hoppá, itt mi a fene? Hí, ez hogy történhetett? A kis mocskok. Hát ez így nagyon nem jó. Ez így azért nem király. Itt a kút, minden irányból van kút, de ezek képesek voltak elintézni azt, hogy itt az egész város tönkre menjen. Legalábbis most megszívtam, mert fel kell építenem egy ilyen városi főteret. A pestis doktorjaim pedig bőszen dolgoznak az emberek meggyógyításán. Lehet, hogy egyébként nem sok idejük van rá, vagy lehet, hogy nem képesek mindenkit meggyógyítani. Úgy látom, hogy azért nagyon sok emberhez elérnek. Nézzük csak, boldogtalanság van, mert meghaltak páran. Úristen, mert hajléktalanok az emberek, hát persze, hogy hajléktalanok. Ide építek egy kisebb házat, mert ezt amúgy is át akartam dolgozni ezt a részt, mert szeretnék ide egy utcát építeni ebbe az irányba. Viszont én ide is építenék egy házat akkor. Jó, most rohadt boldogtalanok leszünk. De ebből a válsághelyzetből akkor is úgy fog kijönni, hogy legyen értelme, és ezt az utcát megépítem, ha addig élek is. Mert hát pont azért, pont az volt a lényege annak, hogy örültem annak, hogy végül is ez a ház felrobbant, hogy ide építetek egy olyan házat, amit szerettem volna már korábban is. Úgyhogy most, hogy így alakult a dolog, megcsináljuk. Csak emberek kellenek, ez a probléma. Szóval rohadt nagy a szomorúság, és be fogom bukni a játékot, hogyha ekkora szomorúságban maradunk. Azért azt mégsem kéne. Úgyhogy ahhoz, hogy munkaerő szabaduljon fel, és meg tudjam építeni a házakat, hogy az embereimnek ugye legyen otthonuk, és ne legyünk rohadt szomorúak. Ennek érdekében kénytelen vagyok lekapcsolni megint a tornyokat, pedig nem szokásom kikapcsolgatni őket, mert hogyha egyszer össze tudom hozni azt, hogy működőképes legyen a rendszer, akkor kikapcsolni a tornyokat már egy olyan elég nagy meló. Leveszük az alót nullára, most egy ilyen kisebb válságban vagyunk tényleg, mert most tényleg az, hogy nulla a boldogság, az azért tényleg tartatatlan. Szóval, hogyha ez tényleg így marad sokáig, akkor valószínűleg búcsút mondhatnék az állásnak, vagy töltetnék be egy elmentést. Oké, úgy nézem, hogy nő a boldogság. Hú, 92-re feltornáztuk, nem rossz? Jó, és akkor most adjuk az emberek pofájába egy fesztivált is. Jó van. Most már jó lesz, most már biztos jó lesz, szépen megy fel a boldogság. Szerintem egy kis alót is kivethetünk a népre. Ezzel nézzük csak. 35-ig, igen, de 85 lenne az átlag boldogságom. Na ez az, visszaállítatjuk a hármas adókulcsot. Tök király, és a fesztivál miatt plusz 15 boldogsága van az embereknek. Páran elhagyták a várost egyébként, ez biztos, hogy így van, mert különben panasz. Mert oké, hogy ez a ház felépült, de itt egy nagy ház volt ezelőtt, ugye?
Érdekes itt az elrendezés egyébként, az abban, hogy ilyen furcsa formákban kellett dolgoznom, ezért van az, hogy ilyen kisebb házakat tudtam csak betenni ide, de igazából nem kell emiatt aggódni, mert ez a nagy ház csak egyel több embernek ad helyet pluszban, attól, mert ugye ez tizen... mennyi embernek ad helyet? Nézzük csak. 12-nek, vagyis 2 az 24, ez pedig 25-nek ad helyet, szóval igazából nincs sok különbség a kettő között, annyi, hogy egy több ember tudok egy adott zónára kitelepíteni, lakást biztosítani neki, stb. Stb. Na, ja igen, és egyébként ezt át akartam tenni ide, pörgessük az időt persze. Egyébként lehet, hogy nem lesz ez olyan egyszerű, ahogy én elképzeltem ezt annak idején. Szóval, hogyha belegondolunk, akkor ugye... Én azt gondoltam, hogy itt elkezdek kitelepedni erre minél gyorsabban, de igazából a belvárosi problémákat sem tudom megszüntetni olyan hamar. Szóval itt, igen, igen. Amellett, hogy pörgetem az időt. Úristen, és visszanő a fa. Visszanő a fa. Szeretnék ideépíteni egy házat, de mire kivágják ezeket a fákat, addigra visszanőnek a fák. Ott is visszanő. Növelni szeretném valahogy a létszámát a városnak, és ugye az nyilván új házak kellenek. Jó, hát kénytelen vagyok akkor egy olyan csalást csinálni. Hát igazából nem csalás, ez a játéknak a egyik hiányossága, hogy utakat építek oda azokra a területekre, amiket leszeretnék stoppolni magamnak, ugye? Úgyhogy amint lehetséges, építünk egy utat. Oké, és ez az utolsó fa, hogyha ezt is kivágtuk, akkor ide építünk egy kis házikót. Hát egy kicsit, hát a legnagyobbat kb. Oké, meg vagyunk. Oké, és akkor ezt a területet ki is jelölhetjük házépítésre. Így. Aztán majd gondoskodnom kell persze szomszédságról. Ez így jó lesz. Nyersanyagokkal tényleg nem állok jól egyébként, szóval ahhoz képest, hogy mennyi emberem van, hogy mennyi időt töltöttem már a játékban, tényleg egy kicsit elmondhatjuk azt hiszem, hogy lehetne több nyersanyagom. Úgyhogy pont ennek az érdekében gondoltam azt, hogy terjeszkedjünk ebbe az irányba, de mint mondtam, akkor előtte kifullozzuk a belvárosnak a fejlettségi szintjét, mármint házakkal, megtömjük a belvárost, és hogyha lesz sok emberem, akkor nagyon szépen tudok majd dolgozni ott kint. Király, ezt is építettem újra. Az a baj egyébként, hogy fura, mert igazából le van fedve a terület ezzel a kúttal, de az emberek nem tudják eloltani a tüzet, mert macerán se jutni oda. Szóval az, hogy az ember ugye házakat épít a fal mellé közvetlenül, az egy jó dolognak tűnik akkor, mikor hely kihasználásról van szó, de mikor arról van szó, hogy eljussunk egy adott területre emberekkel, akkor meg nem. Hiába van kút, hogyha nehezen közelíthetik meg az adott zónát, akkor egyszerűen el fog égni az épületünk. Persze vállalhatjuk, hogyha akkor a gazdagságban élünk. Akkor megtehetjük végül is. Képezzünk ki katonákat egyébként. Szóval van itt egy seregem. Ugye ezt a múltban építgettem, meg szerintem már tettem hozzá azóta pluszba, szóval ez nem feltétlenül ekkora volt, mikor legutóbb láthattátok. De most egyelőre ez az én kis seregem. És akkor ez azt jelenti, hogy ez egy... 5 élete van egy embernek, és a főkapitánynak 50 élete van, vagy 60, ha jól tudom, de mindjárt megnézzük. 50 élete van a főkapitánynak, vagyis akkor az 75-ben az 5, az 15 emberem van benne ebben a seregben. És folyamatosan képezzük hozzá a katonákat, szóval ha mindjárt nyomok egy toborzást, akkor kiderül, hogy a seregemnek az életereje 3 emberrel bővült, vagyis már 18-an vagyunk. Jó, szerintem 200-as seregeket kéne összeállítani. És az úgy egészen király lenne, hogyha vikingeket szeretnék írtani ezzel a sereggel, és védeni szeretném a külső zónát. Mondjuk a tornyaim ki vannak kapcsolva, az annyira nem menő, hogy a sárkányt kell ölni, erre nem is gondoltam. Jó, van, kapcsoljunk be egy-két tornyot, hogy a sárkányt csak elzavarjuk. Annyi elég, hogyha elzavarjuk szerintem. És két torony elég ahhoz, hogy elzavarassuk. Oho! Kicsit elkanászolott a sárkány. Az a helyzet, hogy szerintem észrevette, hogy nem támadjuk. Egy kicsit arrébb ment, körülnézett, és aztán rákészült egy nagyobb támadásra, és ennek az eredménye lett az, hogy ezt a tornyot igazából fel akarta gyújtani, hát felgyújtott a lényegében. Na jó van, ezt a szigetet építsük meg.
Mint mondtam, ugye egy kettes magasságú fal részt szeretnék ide. Így. Egyelőre csak ilyen fantáziátlan lesz, szóval rohadt jó lenne egyébként nyilván, hogyha egy kis játékot belevihetnék a falrendszerbe, kombinálhatnám, mert ez így elég unalmas, hogy most néz ki azért, hogy... hogy is mondjam... Egy ilyen nagyon szabályos rendszerben épültek meg ezek a falak nálam. Ez annyira nem tetszik egyébként. Egy kicsit autentikusabb lenne, hogyha egy kicsit össze-visszább építettem volna. Bár mániákusan vágyom a szimmetriára is néha. Szóval ezt a részt is itt egyébként túl akartam húzni egyel, ide akartam egy stéksort építeni, pont azért, hogy a város az sokkal jobban nézzen ki, hogy itt nincs egy ilyen eltolódás a fal részben. Egyébként lehet meg fogom csinálni, hogyha már ennyire, meg hát igazából ennek a résznek is jót tenne, hogyha egy kicsit széljelek húzódhatna. Na nézzük, csak az építkezés gyakorlatilag minden munkanélküli emberemet lefoglalja. Nézzük csak, hogy állunk az ételtermeléssel. Az adó az magas, az rendben van, van egy rakás pénzünk. Jó van. Az ételtermelésünk plusz 15-en áll jelenleg, maximum vannak a magtárak, ami tök jó. Ja igen, és az is nagyon fontos, hogyha az ember hirtelen akar terjeszkedni szerintem a játékban, akkor legyen rengeteg magtár, hogyha a vikingek felgyújtják ugye a külső farmjaimat, akkor addig is tudjunk enni valamit, amíg visszaállítjuk a rendet. Úgyhogy valami tartalékolási rendszert szeretnék képíteni a játékban, vagy valami ilyesmit gondoltam, terveztem, majd meglátjuk. Egyébként meg akartam fordítani a templomot, most itt eszem, hogy az is tervben volt, tényleg. Igen. Na jó van, ezt majd kitalálom, hogy hogyan kéne. Ezekre lesz idő szerintem amellett, hogy a külső zónákra akarok terjeszkedni. Mert igazából bőven van időm átgondolni, hogy mit hogyan építsek meg. Annak tekintetében, milyen lassan épülnek a dolgok. Szóval, egyébként ide építetek egy ilyen nagyobb toronyrendszert, ha szeretnék. Még átgondolandó a dolog. Meglátjuk, de igazából nem, mert egy nagy granary is rohadt jó lenne ide, mert azért mégiscsak a helyben el tudnám tárolni az ételt, amit itt kitermelünk, úgyhogy az is fontos lenne. Egyébként pont ezek a jó kis emeletek a falrendszerben teszik szépé. Várszerűbbé a falunkat, hogyha ilyenek vannak benne, úgyhogy valami ilyesmire kéne törekedni szerintem, hogy valamilyen emeletes témát találjunk ki hozzá. Valamelyik része szeretnék majd ilyen nagy fal csomópontokat építeni, amik ilyen extra védelmi pontok lesznek a várban, a városban. Ez gyakorlatilag azért lesz jó szerintem, mert hogyha kifigyelem majd, hogy a vikingek merről, melyik irányokból támadnak, akkor oda ilyen védelmi csomópontokat helyezhetek el, és akkor nem az lesz, hogy itt ezeket a belső részekre kell így szétosztanom a védelmemet, hanem csak egy ilyen hatalmas várat építek valahova, nyilván ilyen fal tömegből, és akkor az szétlövi a vikingeket, esetleg ezzel lehet kalkulálni vagy kombinálni dolgokat. Az biztos, hogy egy ponton túl már nem lesz szükség a belső védelemre, hogyha megalakul itt a külső védelem is. Szóval úgy változhat a dolog végül is, hát folyamatosan változik majd az egész. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Egyébként meg úgy látom, hogy kaja még van bőven, de egyébként valamennyire most csökkent az élelem. Bár most takarítottuk be a kaját, úgyhogy meglátjuk, hogy ezzel mi lesz így. Úgy látom, hogy egyébként rögtön a piacra is visznek, meg rögtön a házakba is visznek az ételből. Kéne ide erre a zónára valahova egy piac egyébként, mert szerintem az, hogy innen viszik át oda, az nem túl hatékony. Szóval szerintem ezeket a piacokat jobban el kéne szórni majd a birodalomban. Ha lesz rá lehetőség, akkor kitaláljuk, hogy hol legyenek piacok. Na nézzük csak, és akkor ide kéne még építenünk egy falsort. Ezzel gyakorlatilag megépítjük ugye az alapfal részét a várnak. Hát ennek a termelői körzetnek, amit egyébként rohadt jól bevédünk. Egy kicsit túl jól talán. Igen, és akkor ide építenék ugyanúgy egy kaput, természetesen nagyon szabályos lett. De ezekre a pontokra simán építetek majd ilyen kitüremkedéseket, például megtehetem azt, hogy ide építek egy-két stéget majd, és akkor ide építek még egy-két falrészt, és akkor az olyan lesz, mintha egy ilyen kis nagyobb bástya lenne igazából. Mintha egy nagyobb bástya lenne itt. Hoppá! Ezt nem fogjátok eloltani, úgyhogy lerombolom, hogy legalább az anyag visszajöjjön belőle. Egyébként nem tudom, visszajön-e belőle az anyag.
de ezt majd ki kéne kísérletezni, szóval igen, hogyha visszajön az anyag, ezt el fogják oltani, remélem, mert a múltkor is sikerült eloltani, bár lehet, hogy az embereim most el vannak foglalva. Ezt látom, hogy oltják, király. Jó van. Oké, kész vagyunk, nagyon király. Akkor haladjunk tovább és építsük meg a bejárati részét a várnak, illetve építsük meg a bástyákat is. Csak ugye az a baj, hogy megint rengeteg emberem el fog menni azzal, hogy ezeket a területeket felbástyázom. Mert ugye az azért mégiscsak meló munkás. Egyébként lehetséges, hogy a ballista az kevesebb munkaerőt igényel? Ezt próbáljuk már ki, valahova teszek egy ballistát, amúgy is már nagyon piszkáltatok vele, hogy kéne, és teljesen megértem, hogy ez egy kína változatosság, de én úgy voltam vele, hogy nem volt rá szükség, mert hát nem készített rá a játék végül is. Szóval, valljuk be, hogy nem igazán erőltette azt, hogy egyébként tök jól néz ki, úristen. Szóval, nem igazán erőltetett rá a játék, hogy ballistákat rakjuk rá. Éppen azt akartam mondani, hogy azért néz ki rohadt jól, mert hogyha ráteszem a ballistát, akkor ez úgy néz, úgy áll, hogy még a falon is szépen elhelyezkedik, mert pont ott vannak a felszerelési pontjai, ahol a falban a rések vannak. Egyedül ott rontják el, hogy az a középső deszka, az belelóg végül is a falba. Ja, de ezt igazából meg lehetett volna csinálni jobban is, de megértem, hogy egy ilyen kis szűnni, mert nem foglalkoztok ilyen apró részletekkel, és csak engem zavar. Igazából egészen jól ráilleszkedik a falra. Na jó, nézzük meg, hogy hány ember dolgozik egy ilyen ballistánál. Tegyünk ide egyet talán. Bár lehet, hogy egy központi helyre kéne tenni, vagy valami olyan helyre, ahol van értelme. Ám mindegy, most kipróbáljuk. Mert hogyha egy ember elég a ballista üzemeltetéséhez, akkor én gond nélkül lecsérem az összes tornyomat ballistára. Mert egyébként tényleg messzebbre lő. Sokkal messzebbre lő. Viszont csak egyeket lő. Viszont az nagyobbat sebez, és az az egy lövés, az kinyír egy vikinget egy viking seregből, azt tudjuk. Szóval lehet, hogy a ballista egyébként jobb dolog. Mert hát igazából drágább is, szóval ha arra gondolunk, akkor igen. De egyébként lehet, hogy simán a viking ellen jó a torony, és a ballista meg a sárkány ellen van, azt kész meg az okra ellen. Szóval számomra így lenne a logikus. Mert akkor lenne a toronynak is szerepe a játékban, és azért szerintem fontos, hogy mindennek legyen szerepe. Viking támadás következik. Hát remélem a hátsó szigetemet békén hagyják. És most egy dragon támadásra kombinálják meg a viking támadás. Szép. Jobban félek, hogy fel kell kapcsolom a tornyaimat, ami azt jelenti, hogy lesz egy kis munkanélküli, illetve egy, hát nem lesz ennyi munkaerő hiányom. Hát nem, igazából egész sok emberem van, akit mozgósíthatok. Ugye most nem építkezünk hirtelen, és ezért. Lehet egyébként tényleg, hogy a ballistákkal tök simán lelőném a sárkányt, szóval most itt néha van esélye arra, hogy elszökjön előlem. Viszont lehet, hogyha itt mindenhol ballista lenne, akkor széjjel tépnék azt a sárkányt egyébként nagyon hamar. Hol vannak a vikingek egyébként? Azok így hol járnak? Aha, itt az ogre. Íj, itt hiányzik egy torony. Aha, és a legnagyobb tornyomat támadta be a mocsok, de simán szétütjük. Kicsit belesebzett az épületeimbe, én úgy látom, hogy nézzük, csak hol írja, hogy mennyi élete van. Damage 58 per second. 107 per second a damage a ballistának, és viszont 4 ember kell hozzá. Aha. Szóval több ember kell bele, mint a toronyba. Ez esetben viszont azt kell mondjam, hogy a torony lesz a megfelelő választás a ballistával szemben. Bár várjunk csak, mert a pénz sem mindegy, hogy mennyit fogyaszt. Szóval azt mondja, hogy 6 gold per year, ez pedig 4. Szóval igen, a két torony az ugyanannyi embert vesz el, mint egy ballista. Az azt jelenti, hogy akkor a sebzésük nagyobb, mert 216 a két torony sebzése, az egy ballistának meg... Szóval gyakorlatilag 9-en nagyobb a sebzése, 9 egységgel, 9 damage-el nagyobb a sebzése a két toronynak,
ugyanannyi munkás kell bele, csak kettő aranya többet is fogyaszt. Az a két arany, ez egyébként pont az az aranymennyiség, ami meglátszik. Hát az mennyi? Az egy 25%-os nyeresség lenne. És valljuk be, hogy az a kevés sebzés, amivel többet tudott törölni, szerintem az nem lenne annyira látható, mint az, hogy mennyi aranyat takaríthatnék meg azzal, hogy ballistákkal szerelem fel a városomat. Úgyhogy szerintem álljunk át ballista rendszerre, de tartsunk meg egy-két tornyot a dísz miatt, hogy jól nézzen ki a város a díszes kinézete miatt, ja. Úgyhogy igen, nagy rész ballistákkal fogom akkor felszerelni a városomat, és egy-két tornyot lesz benne majd. Meg hát ezekben a belső területekre igazából tökre jó lenne ballistákat elhelyezni, mert ezek sokkal inkább ki tudnának lőni ezekre a részekre. Bár egyébként valljuk be, hogyha ide is ballistákat tennék, akkor azok olyan messzire ellőnének, hogy nagyon szépen be tudnám védeni a környező zónákat, és sokkal könnyebb lenne kitelepedni ezekre a területekre. Vannak itt opciók, szerintem a ballista az megnyit előttem egy-két lehetőséget, úgyhogy rákoncentrálunk erre a ballistás témára majd. De előtte befejezem ezt a szigetet persze. Szóval alapvetően úgy néz ki a dolog, hogy... Ide mindenképp rakok még tornyokat extra védelemnek. Illetve két kiadás után ide is rakok. És akkor így fog kinézni a dolog. Ide azért nem rakok nyilván, mert hülyén néznek ki emellett. És egy máumi is lesz védelmünk, úgyhogy ezek lesznek a megerősít a védelmi pontjai ennek a szigetnek, amit felépítünk. De valószínűleg nem lesz rajta annyi ballista egyébként, mint most a hány tornyom van, mert nem tudnám anyagilag eltartani ezt a rendszert. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ezt a szigetet felépítem, amennyire gyorsan csak lehet. Pörgessünk rá az időre. És persze el kéne készítenem ugye a szigetnek a funkcióját is, szóval működjön rajta a granary mindenképpen. Illetve rakjuk le az ételtermelő pontokat rá, ugye úgy volt, megint vikingek támadnak. Ez az egy hajó maradt. Ez egy ilyen kósza. Hátra maradt hülye gyerek, aki nem tudott kikötni jó helyen, és itt körözött végig a szigeten, és én meg észre se vettem. Hát gratulálok neki, hát sok sikert. Szerencsétlen. Na és akkor elvileg ugye az lesz a cél, hogy... Igen, ide tudok ilyen kerteket építeni, ide pedig akkor egy... Hol a... Ja igen, bocsánat. Ide pedig akkor építünk egy... ilyet. Aha, várjunk csak, mondjuk ez probléma, hogy ha nem jön be ide az út, akkor nem fogom tudni megépíteni a földeket itt mindenhol. De, simán megépítem. Ja, itt egy ilyen egész nagy földrészt fel tudok használni. Na, oké, akkor ez egy ilyen nagyon érdekes dolog lesz, mert nagyon hülyén néz ki az, hogy védünk egy termőföldet falakkal. Most látható az, hogy tényleg mennyire hülyén néz ki. Mondjuk egy játékban, egy olyan játékban, mint a Skyrim, nem igazán lehetne elképzelni azt, hogy bemegyünk egy várba, és akkor ott ilyen termőföldek vannak, iszonyat hülyén néz ki, de a játék mechanikája szerint ez egy jó megoldás, ugye, hogyha védeni akarjuk a termelési pontjainkat, hogy ne égessék fel a vikingek. Mert ezen a részen egyébként még elment a dolog, mert nagy a belső tér, szóval nagy, tágas meg minden, és nem nézett ki hülyén, de így, hogy így belesugasztjuk, ez így elég bénán néz ki. Na jó van, szabadítsunk fel munkásokat. Ugye ezek minél előbb munkába állhassanak, ugye a hátul ott van dolog bőven, oda kell vinni a nyersanyagokat és fel kell húzni azokat a földeket. De hogyha ez megvan, akkor mondhatjuk egyébként, hogy a védelmi egységek kihelyezésén kívül elkészült gyakorlatilag a kis extra szigetünk. Egyébként én arra gondolok, hogy azért jobb talán a torony a ballistánál, hogyha vikingekről van szó, mert az egy darab ballista lövése
az túlüti a vikingnek a katonáját, szóval az fölöslegesen megy bele abba a viking katonába, mert lehet, hogy neki mondjuk csak 60 sebzés kéne ahhoz, hogy meghaljon, és akkor a torony viszont ilyen szépen fokozatosan kezdi elsebezni ezt a sereget, és hatékonyabban pusztít el egy ilyen sok kis emberből álló sereget, mint hogyha így a balisták ilyen lövésenként próbálják őket kinyírni. De tekintve, hogy a balistának tényleg sokkal nagyobb a hatótába, ez mellette szól, amellett, hogy átálljak egy balista rendszerre. Én emiatt, csak emiatt gondolom, hogy a balista az tök király lehet. Meg persze hát az, hogy ugye kevesebbet kell fizetni. Gyakorlatilag közel ugyanannyi támadó erőért. Mennyivel, mit mondtam, hogy 25%-kal kevesebbet kell fizetni. Úgyhogy ja, ez az, ami a balista mellett áll, ezért fogunk most akkor egy kicsit balistákat építeni. Na, jó van, de akkor gyorsan meg kéne, fel kéne építeni ezt a szigetet. Csak hogy teljes legyen. Csak hogy elmondhassuk, hogy most is sikerült így bővíteni valamivel a kis birodalmunkat, hogy hát egy ilyen kis célt elértünk ebben az epizódban, mert most tényleg igazából oké, hogy azt mondtam, hogy a másik irányba fogunk terjeszkedni, de aztán rájöttem, hogy ezt a szigetet be kell fejeznünk, hogy hatékonyan tudjak terjeszkedni, ugye építeni a városon belül is plusz házakat, meg mindent. Kajával jól állunk egyébként, és ennél csak jobb lesz a dolog. Úgyhogy mindenképp stabil az ételszerzésünk. Ami lehetőséget ad arra, igen. Hogy odakint építkezzek egy kicsit nagyobb lendülettel. Azon gondolkodtam el most egy picit, az akasztott meg, hogy ha ezt a kutat ide betenném középre esetleg, akkor itt lenne két helyem, amit felhasználhatnék valamire, csak hát mire? Mert hogyha ide egy ilyen kettes granerit tennék csak le, akkor igazából ezeket a kertecskéket át tudnám tenni, úgyhogy ebből is négy legyen, de igazából nem tudnám, mert sajnos tényleg itt egy száraz föld van. Aha, egy ilyen száraz, kiszáradt föld. Úgyhogy igen, ez szomorú, de... De akkor ez szükségszerű, hogy ez így nézzen ki. Na, de én úgy látom, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy elkészüljön a granary. Mert rengeteg fa kell bele, ahogy azt látom, úristen. Mennyi fa kell egy ilyenbe? Már hogyha újonnan akarom leépíteni, 50. Aha. Hát innen látszik, hogy messze vagyunk a raktáraktól egyébként, mert nagyon lassan épülnek az ilyen távoli épületek, szóval jobb dolog mindent helyben felépíteni helyi erőforrásokból, és nem egy pontról kiszállítani a dolgokat a birodalom különböző tájegységeire, azt gondolom, mert itt tényleg, ez itt tök sok időbe telik, hogy felépüljön valami. Bármi. És szerintem ezekre a pontokra pedig akkor telepíthetek majd tornyokat, és akkor itt ilyen, hát itt már elkezdhetem azt, hogy egy kicsit alakítok akkor a város kinézetén azzal, hogy máshogy építem a tornyokat. Akkor beleviszünk egy kis játékot, mint mondtam. Na, szóval akkor elkészült a kis apró szigetem, amivel majd extra kaját biztosítok a népnek, és akkor ez biztosítja azt, hogy extra házakat is építhessek, plusz emberekkel pedig kimeltek erre a zónára. Szóval erről szólt akkor a mai epizód. Ennyi lett volna már a Kingdoms and Castles, de akkor, mint mondtam, holnap is lesz egy hasonló mini rész, és akkor, ha minden jól megy, akkor a hét többi napjára is jut majd, és akkor így minden napra jut egy kis Kingdoms and Castles, ami azért sokat fog jelentíteni a haladásunkon is a játékban. Na, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, én pedig köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!